Jó reggel, Vietnám! Szevasztok, gyerekek, üdv a csatornán! Kipar jelentkezik, megérkezett. Tapátok hozott nektek csodálatos modokat. Úgy gondoltam, hogy most már elérkezett az idő, de először szeretném megmutatni, amit vettem észre. Én vagyok a Limbo király. Oda nézzetek, gyerekek, hátra hajtsa a derekát, így meg még le is hajol. Oda néz, fejjel előre fut a csávó, neki az oszlopnak, aztán akkor meg lesznek problémák, mert betöri a fejét. Ja, gyerekek, arra gondoltam, hogy hozok nektek néhány modot, mert már jó lenne, nem? Igazából annyi mindent csináltunk ma. Az ugrás animáció. Az azért kifog itt az engine-en, mi? Körülbelül olyan, mintha stroke-ot kapnánk egy hirtelen, vagy megcsipnénk, vagy segbe rúgnának minket, nézzétek, egy láthatatlan láb. Dír, segbe rúgott, aztán akkor így megugrottunk, mint a hortilova. Na, gyerekek, először is szeretnék annyit mondani, hogy van egy olyan mód, amit nem hoztam el, mivel az egy igazából egy ilyen nagyon-nagyon professzionális, nagyon nagy mód, és ezt át igazából nem nagyon tudnám megmutatni szerintem így a sorozatban. Az nem más, mint hogy ezt a mapot kicseréli egy nagyon hasonlóra, viszont annyi, hogy többfajta termény és rengeteg fajta állat is már megjelenik, mert ugye a vanilla játékban sajnos csak a marhák vannak. Semmi más. Vágjunk bele a lecsóba, futunk egyet gyorsan, aztán megnézzük a modokat. Néhányat hoztam nektek, igazából arra vagyok kíváncsi, hogy mennyire minőségiek a modok, amik készülnek ehhez a játékhoz, vagyis inkább készültek, mert nem tudom, hogy készülnek-e. Hát ide pakoltam már egy csomó járművet. Egyébként azt szeretném megmutatni nektek, hogy ez mennyire cool dolog, hogyha vöszöl valamit, és ez igazából nem a modokhoz tartozik, hanem mondjuk emész a bautba, aztán akkor neked köllene mondjuk egy tattor, egy az, hogy ugye külön kategóriákban ugye lehet rakosgatni, szóval ez is egy nem rossz dolog, de viszont, hogyha meg akarod vásárolni, akkor ki tudod választani, hogy hova kerüljön. Tehát plusz pénzért ki szállítják. Neked ez szerintem egy baromi jó, akár azt is tudod csinálni, hogy a játékos elé kerüljön ide elénk. Szerintem ez is tök frankó. Vagy ugye később esetleg a biogázüzembe akarod használni, vagy a gazdasághoz kéred, ami itt van ugye, vagy a gépcsarnokba, vagy bárhova, akkor oda viszik neked. Ez szerintem tök patika dolog, meg ugye itt meg tudod nézni, így a 3D modelljét tudod megnézni. Konkrétan azt, amit fogsz kapni. Jó, de viszont vágjunk bele a modokba, hát megnézzük, hogy mit tudnak ezek, meg mit nem tudnak, bár lehet, hogy nem itt a kokasnál köllöd volna. Nem lehet alá rúgni a kakasnak? Minden játékban van olyan funkció, hogy alá tudjál rúgni a kakasnak. Itt lehet, hogy nem. Na, nézzük, hoztam egy ilyen bizony kombányt, aminek elég érdekes, nézzünk belső nézőbb, elég érdekes a gumitextúrája. És ezt én nem tudom, hogy ez autentikus akart lenni, vagy pedig elcseszett, mert ez egy kicsit fehér. De én azt is meg tudom kockáztatni, hogy az ilyen valami ilyesmire akarta a készítő, mert igazából van textúra, csak egy nagyon halovány. Ja, mert a hátsó gumi is az is kicsit hasonló, meg egyébként láttam itt még olyan eszközt, aminek ilyen hasonlóan fehéres beütésű mindennek a pautkocsinak, nézd meg. Egyébként, hogyha nagyon így kiszárad, meg ilyen rohadt öreg a gumi, akkor kezd ilyen lenni, de ez egy kicsit szerintem túlzás. Maradjál már kokas, hát nem itt köled volna gépbemutatót tartanom, itt fog nekünk kezdeni örjöngeni. Egész végig annyit meg kellene nézni, hogy esetleg mit tudunk rajta. Hát így matatni, úgy látom, hogy semmit. Nem tudom, hogy ezek a modok mennyire frankok, mennyire autentikusak. Tényleg nem próbáltam ki előre. Azt akartam, hogy teljesen objektívan tudjuk ezt megnézni. Hát még ráadásul az ajtót se lehet kinyitni, nagyon nem vagyok boldog. Sőt, a belső is ilyen nagyon udvar. Én megmondom őszintén, ez lehet, hogy egy korai farming szimulátorból átmentett mod. Sőt, ilyen 15-re tippelnék, farming szimulátor 15-re. Hát a működésre azt megnézzük, hogy egyébként mennyire jó. Ja, annyira jó, hogy konkrétan nincs hangja. Hát ez eléggé siralmas. De olyan csend van itt, gyerekek. Hallod, a csicsereg nekem oda semmi. Nincs hangja, jó, hát akkor ez már most szomorodok meg. És mennyit számít a hang, nem srácok egy játékban? Most figyeljétek meg, hogy mennyire szar, hogyha nincs hang. Milyen rossz lenne, hogyha megsüketülnénk, nem? Süketek nem hallgatják most ezt a gameplayt, mert akkor, ja, ők tudnának nyilatkozni. Ej, kutya, menjél innen ele, more! Várj, ezt fölveszem. Hát kipróbálom, hogy a fizika esetleg, de hát úgy látom, hogy betonkerekek vannak, azért ilyen színű. És erről beszéltem, hogy nem fogom ezt felsz... Mi volt ez, gyerekek? Fölszopni nem fogjuk a játékot, hanem objektíven próbálunk róla véleményt alkotni. Megmondom őszintén, hogy ez... Jó, hát a... Ja. Érdekes, hogy a hátsó kerék is megrúg, ahogy nézitek. Látjátok, hogy megrúg a hátsó kerék? Figyeld! Óra néz!
Hát igen, ez annyira jó ez a mond, hogy ez sem ennyire, mondhatni, ugye? De ez nem a játék hibája, azt viszont szegezzük le. Talajfizika az frankon működik, meg micsoda. Egyébként lehet, hogy kicsit összekoszolnánk ezt a csodát. Jó, legalább ki lehet nyitni. Ezt komolyan mondom, szerintem ezt a bizont ez egy izéből, egy korai FS-ből lett ki, egy 15-ből lett szerintem kihalázva. Jó, hát legalább működnek a dolgok. IC az ugye nuku. Hoppá! Megjött a hang. Megjött a hang, gyerekek. Legalább izének van hangja. Ne! Csak a vágó azt... Csak a vágó asztalnak a hangja, azt hittem, hogy meg is jött végleg, de nem. A vágó asztal cserempelése az meg a... Hát ez így eléggé sovánkás, nem gyerekek? Ez így eléggé sovánkás. Mit nem mondjak? Aha, ezt föl lehet nyitni külön, ez tök jó, ez jó. Jó, hát ez az egy dolog van benne, ami használható, úgy látom. De ja, arra lettem volna, hogy kíváncsi lehet, megyek még két kört, hogy összekoszolom a kereket, talán akkor autentikusabb. Bár azért eléggé szomorkás, hogy a... Ilyennek a krökörészlet, hogy használható legyen egy mód. Úgyhogy ez a kezdésnek, ez több mint szar. Legalább hangja lenne. Nem, gyerekek, hogy lehet kihagyni a hangját, basszus? Hogy nem tudom, én csesztem valamit a modulásnál. Hogyha semmelyiknek nem lesz hangja, akkor sorry, akkor én rontottam el. Egyébként a modulás a játéknak borzalmasan egyszerű, szintén pontosan ugyanúgy zajlik, mint a farming szimulátori. Ugyanúgy van mod menü a izébe, a főmenübe, ott ki meg bekapcsolhatod a modokat, annyi. Itt nem az van, hogy amikor betöltöd, akkor kapcsolod ki meg be, hanem gyakorlatilag ki meg bekapcsolhatod a modokat. És akkor ez így globálisan kikapcsolja a játékban, meg bekapcsolja. Na nézzük, koszosodott legalább az a kerék, vagy valami csoda? Hát ez több mint sira, vagy sajnálom egyébként ezt a kombány. Mert mondom, akkor ezzel azért lehetett volna ügykörni, de hát lehet, hogy nézek belőle egy másik verziót. Nem azt mondom, hogy nincs. Szóval lehet, hogy van. Érted? Ennyi. Egyébként van hangja, bazze. Van hangja. Csak ilyen borzalmasan halk. Komolyan. Látod, hallod? Ez lehet, hogy ezt lehetne valamit vele kezdeni. Annyira egyébként nem csúnya. Jó, hát egy kicsit ilyen farming szivált 15 izéje van, vibe-ja van. De amúgy annyira nem szar. Na, figyeljetek, menjünk, nézzük a kombájnokat akkor. Hoztam ide egy... csodás New Hollandot, amit szintén megnézzük, hogy van-e IC vagy valami. Ezt annyira hiányolom, ugye annyira jók a gyári dolgok, hogy ilyen IC-ket tudsz így kapcsolgatni mindenhol a gépen, és ugye a gyári dolgok azok, és itt meg a pont, hogy a modoknál meg nincsen, úgyhogy kb. Így tudsz feszállni. Belül van valami. Ha ki tudod nyitni az ajtót, jól van, meg ezt is. Ez valnyi kevés, nem gyerekek? Ez valnyi kevés. Ugye itt is például egy csomó mindent lehet kattigatni a gyári dolgokba, itt is. Hát itt meg rohadtul, nem? És az ennek sincs hangja, gyerekek. Én komolyan mondom, szerintem én csesztem. Most már biztos, hogy én csesztem el valami, gyerekek. Sorry, de ezek szerint akkor én. Központi hangerő, zeneeffektusok. Én tudja, hogy én rontottam el valamit, valami nem stimmel, gyerekek. Akkor jó van, akkor ezeknek egynek se lesz hangja, hát frankó. De ez az én hibám, úgyhogy az viszont már azért baráti beggyel. Jó. Jó, hát ez semmi extra, elég stockboard. Komolyan mondom, hogy ári dolgok, itt sokkal jobban néznek ki, mint ezek a modok. Ja, hát ezzel nem sok mindent tudunk megnézni, mert igazából az ilyen különleges dolgokra lenne kíváncsi az ember, nem? Hogy ilyen, hogy így kapcsolgathatod a dolgokat, meg itt tudom én, meg hogy részletes. És ezt úgy látom, hogy gyári járművek inkább adják, mint a modok. Na, nézzük tovább. Vágóasztalt szándékosan nem vettem fel, mert körülbelül itt szenvedés lett volna. Nézzük meg ezt a mercit. Ebből a merciből rengeteg van igazából, gondolom azért, mert gyakorlatilag nem kell hozzányúlni az egészhez, hanem mit tudom, ilyen trekkeket ráraknak, ugye ilyen gumihevedert, meg ilyesmit, és akkor nem tart nekik olyan, nem olyan bonyolult. Igen, és ez valószínűleg úgy van, hogy tényleg a gyárit alakítgatják át, mert ugye még az ablakot is le tudod húzni, meg mindent is tudsz vele csinálni, meg ugye itt tényleg működik az összes IC, ami nem biztos, hogy így nevezik itt. Igen, lámpa. És most nem azért mondom, de mi a fasz van?
Miért nincs hangja a játéknak? Én valamit elcsesztem. Jól van, akkor figyelj, mindjárt lekérek egy izét. Lekérek egy gyári járművet, aztán megnézzük. Ó, viszont ez tök jól néz ki, meg tök jól is működik, remélem, hogy jól működik a... Hát ez... Aha, jól van. Hát ez sajnos ugyanazokat a keréknyomokat hagyja, de hát mondjuk hasonlót is hagyna. Hát, nem tudom, nem vagyok megelégedve, gyerekek, nem? Ez megint egy ilyen, elég olyan bazári ez a mód. Nem tudom, ilyen kicsit ilyen GTA-s feelingem van ettől. De mi a szarért nincsenek hangja? Figyeljetek, hadd kérjek már, vagy hadd vegyek egy járművet, gyerekek. Egy Bouty-t. Egy Bouty traktort. Azt megnézzük, hogy mi a stájsz, jó? Ide jöjjön elém, közvetlen elém terem győr. Azt megnézzük, hogyha ennek se lesz hangja, akkor van baj. Meg is érkeztünk. Azért ez egy kicsit szebb. Ez már szebb. Nem, ennek van valami a morokkal kapcsolatban, vagy valami külön hangbeállításon vannak, vagy bármi, de úgy látom, hogy egy darab mondnak sincsen hangja. És ezt behakapcsolva vagytam, szándékosan megállítottam. Ja, nem. Jó, oké, rendben, menjünk tovább, aztán nézzük. Ezek szerint van valami beállítás talán, amivel a modokkal kapcsolatban van, vagy pedig nem jól kezeli a modokat, vagy pedig valami nem jó verziót szedtem le, hát ennek nem örülök. De ez már egy probléma egyébként, hogyha ilyenbe ütközik az ember szerintem, mert azért azt várná, hogy azért működjenek ezek a dolgok. Meg olyan, tudjátok, ilyen nagyon elnagyoltak ezek a járművek, nem? Megfigyelitek, ilyen nagyon furcsák, a textúrájuk az ilyen nagyon matt, meg ilyen nagyon homály, nézd meg itt is mi ez. Mivel rajzolt a Paint-tel? Mert valószínűleg nincs annyira kiforrott editorja, mint például ugye a Giant Editor, ugye? Ez így halovány. Ilyennek sincs semmi. Hát ez meg a belső is nagyon csúnya. Hát ezek a modok, ezek több mint kakik gyerekek, meg nézd meg, hogy fordul, figyeld! Hát ez érdekes azért, nem? Azért itt a fizika az elfelejtett létezni, szerintem. Hát ez nagyon borzalom. Ez a borzalom, bo, ez, bo, ez, gyerekek, ez csúfos, ez egy nagyon-nagyon nagy, nagyon-nagyon szar, hallod? És ilyenkor van az, hogy érted, hogy miért a Farming Simulator, de egyre rosszabb, gyerekek. Hát szállok ki ebből, mert ebből már jól nem sül ki, hallod? És ilyenkor látod ugye, hogy miért a Farming Simulator, úgymond, van a tápláléklánc csúcsán a farmer játékokból, és nem az a farmer, amit a seggedre húzol, ugye, hanem a mezőgazdász játékokban, mert egyszerűen ennek nincsen izője, nincs támogatás. Ugye, hogyha nincs egy olyan modern háttér a játék mögött, mint a Farming Simulatorban, akkor ez történik, hogy csinálnak néhány ilyen modot, amelyik vagy működik, vagy nem, inkább nem, meg inkább ilyen furák, és sajnos, és ezek is valószínűleg még a 3D modellek azok esélyes, hogy izéből vannak átmentegedve. Hát itt is mit lehet az ajtót kinyitani, de hát ez lehet, hogy már túl... Ezt gyanítom, hogy ezek Farming Simulatoros modok, komolyan mondom. Nekem ez nagyon gyanús. Mármint a modellek, nem a modok, mert ugye ez nem kompatibilis a két játék nyilván. Viszont ez szépen dörengél ez a gép. Ennek legalább a fizikája egész jó. Ez olyan kis kellemes, az irányítása is. De hát itt is ez iszonyat kopott textúrák. Ezek azért nem a 2024-es éveket idézik, hanem meg nem is a 2020-as éveket, hanem inkább az ilyen 2010, vagy pedig az alattiak. Hát gyerekek, ez nem jó. Ez több mint nem jó. Nézd már meg. Itt ilyen hogy cirkuszi mutatványokat tudok csinálni ezzel a traktorra. Ami oké, hogy borulékony lehet, de azért nem tudom. Egy ilyet tudsz csinálni a traktorra, hogy így kétkerekezel, ilyen halállazán, azért lehet, hogy az nem biztos, hogy úgy működik. Jó, hát ez az történik, úgy látom, hogy beburogatom az összeset ebbe az izébe, szántásba. Jó, azon visszamegyünk. Hát megtörtént az első fika videó szerintem, ami igazából, hogy mondjam,
szögezzük le, hogy ez nem a játéknak a sora, hanem ez a modelleknek a sora, meg a modoknak a sora. Tehát ne azt gondoljuk, hogy ez most a játéknak a hibája, hogy ilyen modok vannak, hanem sajnos azok a moderek, akik ezeket csináltak, azok ilyet tudtak ez a játékhoz. Annyi sora lehet a játéknak, hogy elképzelhető, hogy nem valami felhasználóbarát, ugye, maga a készlet, amivel ugye tudják csinálni ezeket a modokat, a modellek. Hát ez is jó, ki lehet nyitni, igen. De nézd meg olyan, nem tudom, meg tudod számolni a poligonokat azon a karon is. És ez nagyon nem adja. Minden ilyen halálszögletes, meg ilyen nagyon egyszerű, vagy van textúra, vagy konkrétan egy szint adtak meg neki, azt azzal dolgozik az egész. Amit egy ilyen ki van öntve, nem, nincs is textúra, hanem konkrétan egy színnel ki van öntve. Ez a pótkocsi viszont ez tetszett. Legalább megnézzük, hogy milyen modokat érdemes lenne benhagyni. Ez a pótkocsi, ez tetszik. A nylonra be van csípve, hallod? Ez ilyen nagyon autentikus, ez most így eszembe jutott, hogy újságpapírt meg nylon szoktunk így becsipetni. Azért, hogy ugye amikor aratás volt, akkor a szem ne folyjon ki. Ez viszont ez jó, meg ez a rohadt plató, ez nagyon ez. Na, ez a pótkocsi, ez maradni fog, azt tudom. Ott van a íze is, a hidraulikus munkahenger és a billentés. Ez a pótkocsi, ez adja. Na, ezzel is megyünk egy kicsit. Egyébként ez a Ferguson se csúnya. Jó, a távolság jót tesz neki, nem gyerekek? Ez a Ferguson, ez egész kellemes. Nézzük meg közben, milyen a fizikája annak a pótnak. A pótkocsi az egész kellemesnek mondható. Hát nem tudom egyébként, hogy lenne értelme a modern mezőgazdaságunkba. Hát igen, a hang az elfelejtett megjönni. Ugye megnézzük ennek is a fizikáját. Aha, ennek a fizikája jó. Ennek azért nem az van, hogy egyből meg akar borulni. Á, jó, ez már egy kicsit túlzás volt a részemről. Keresztbe kaptam. Ez annyira nem rossz. Ezt a Ferguson még ugye el lehet élni, csak az a baj, hogy a gyári járművek azok sokkal igényesebbek, ugye. Hát mennyivel megy? Nem tudom, meg kell nézni, hogy mit azt is meg kell nézni, ilyen végsebessége mennyi, hogy nincs egy olyan eltúlozva, vagy ilyesmi. De úgy látom, egész kellemes. A pótkocsi viszont nem rossz. Hát egy kicsit olyan, nem tudom, hátradől nagyon. Pedig nem lehet arra fogni, hogy a pótkocsi, vagy a traktor lenne magas, és amiatt, az kicsit fura az a pót. Az se azért az a szint, amit elvárhatnánk ehhez a játékhoz. Jó, ezt a tolólapot ugye a Volvónak hoztam, csak az úgy gondolta, hogy inkább alszik egyet a vetésbe. Ugye ez a, ennek a Ferguson, ugye? Ennek a Fergusonnak meg a homlokrakodója azt hiszem, hogy az. Úgyhogy igazából, hát nem tudom, ez is ilyen nagyon-nagyon szar. Ez is ilyen full egyszínű textúra. Számolni lehet a poligonokat a sárvédőiben, látod? Meg van, meg tudod számolni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kb. 12 törésből van megcsinálva. Hát ez így azért, ne haragudjál. Ne haragudjál, nem tudom, hogy azt miért nem lehet felcsatolni egyébként. Ez most az első ilyen probléma, amivel még eddig nem találkoztam, hallod? Gyerekek, ezt miért nem engedi felcsatolni? Hopp, most meg ott engedte? Ne vadítsál. Ja nem. Roppant érdekes, hogy ezt miért nem engedi. Ibasz, ez lehet, hogy túl nehéz neki? És akkor nem engedi? Ugye hozunk egy nagy traktort, csak ezt odébb lököm a francba. És tényleg kíváncsi vagyok, az tetszik ez a pautkocsi valamilyen szinten. Bár a modern mezőgazdaságban azért nem annyira illene. Á, gyerekek, meg ezek a textúrák, én nem hiszem el, hogy nem lehet normális textúrákat kreálni. Azért azon már túl vagyunk, nem? 2000-ben jobb textúrákat kreáltak, mint ez a mosott szar itt. Sokéjé tudom, autentikus, jaj, de hát azért a szar is lehet éles, érted? Szegélyekkel megrajzolva, mármint a szó szerinti szar, ha mondjuk trágya lenne rajt. Érted, hogy mire gondolok? Ez nagyon fika videó lesz, gyerekek, de hát ezt én nem is számítottam előre, és ez tök jó, hogy is spontán van meg. Na nézzünk egy kereskedőt, nézzünk egy traktort, és veszünk egy izét. Veszünk valami nagyobb traktort. Jó, ez jó lesz. És nem a járműkereskedő, hanem ide. Oké.
Na, ez már valami. Egyébként ez mennyire részletes, és mennyire jól van meg van csinálva, és mennyire jó a fizikája, meg minden, nem tudom egyébként, hogy miért nem lehet normális modokat csinálni ez a játék. Tehát valószínűleg tényleg az, hogy azok az eszközök, ezt nem értem, ezt miért nem tudja fölcsatolni, bazza. Gyerekek, hát ilyet még nem is láttam. És lejjebb engedtem pedig ezt is. Hallod, ezt az őrület. Ez azért érdekes, nem? Fura. Jaj, egyébként ezzel meg egy élmény menni ezzel a géppel. Hát ez mennyire jól néz ki. Oh. Ez a sárvédő basszus jobban ki van dolgozva, mint az egész Volvo, amelyiket ide beleborítottuk. Na nézzünk ezzel is egy fordulást. Nyilván nem fog felborulni. Oké, hogy kicsit megbillent. De azért nem az, hogy két kereked el vele. Hát, azért megbillent. Jó, de azért realisztikusan, nem úgy mindezek. Jaj. Hát gyerekek, hát nem vagyunk megelégedve. Most azért nagy csalódás történt. Ezzel nem tudom, hogy mi a franzom, hogy ezt miért nem tudom felcsatolni. Ezzel nem tudom, hogy mi történt. Hát ja. Jó, úgy látom, hogy ezeket a modokat, gyerekek, ezeket a modokat el kell engednünk. Azt kell, hogy észrevegyem. Próbáltam a legjobbakat válogatni, hát nem voltak a legigazibbak. Gyerekek, ki kell mondanunk, ez volt a legelső csalódás ezzel a játékkal kapcsolatban, hogy a modok azok egy nagy szarok, és ezzel igazából szerintem jobb, hogyha meg is birkózunk. Egyébként mennek ám ezek a gépek, csak rohadt halkan. Ez is megy. És nem tudom, hogy miért ilyen halk. Pedig nincs olyan külön állítási lehetőség, hogy én most tudom állítani a modoknak a hangerejét. Egyébként azt tervezem, hogy valószínűleg elkezdünk egy karrier modot, vagy karrier sorozatot ebből a játékból, és akkor abba próbálunk érvényesülni. El fogom engedni azokat a szkenáriókat. Ha kell, akkor később megcsináljuk, hogy tudjuk unlockolni a dolgokat, viszont én inkább nekiállnék már gazdálkodni teljesen szabadon, akármennyire is lesz nehéz, de szerintem az lesz az igazi. Igen, annak a gépnek, látjátok, annak a klassznak izéljem, itt hallani a motorzúgását, meg ilyen rohadt halkat. Hát jó, hát ezek a módok, ezek nagy szarok. Ki kell, hogy mondjam, én tényleg nem fogok finomkodni. Biztos nehéz őket megcsinálni, meg én valószínűleg 100 évig tanulnám, akkor se csinálnék ilyen modokat. Szóval le a kalappal a készítőkelet, hogy próbálkoztak ez a játékhoz modokat készíteni. Biztos nagyon eltökéltek voltak, és szerették volna azt, hogy ez a játék ez éljen és viruljon, és tudja felvenni a versenyt a Farming Simulatorral, de hát ez nem jött össze. Ez sajnos ez nem jött össze, mármint a modok tekintetében nem. Realizmus tekintetében nyilván, modok tekintetében nem. Ez egy büsz megálló? Mi az H betű, gyerekek? Valaki tud ilyen nyelven? Ez nagyon vicces egyébként, hogy a karakterünk az így hátra csapja magát. Ez ilyen műlesiklás, tudjátok, aztán mindjárt ugrik egyet, hogy súgy! Aztán nagyon jó. Na, gyerekek, hát nem erre számítottam, megmondom őszintén. Mikor arra gondoltam, hogy csinálok ide egy ilyen mod bemutató videót, arra gondoltam, hogy hú, rácsodálkozunk, hogy tök jó modok is vannak a játékhoz, és működőképesek. Hát szerintem el lehet őket felejteni. Nagyon-nagyon kompromisszumokat kellene kötnünk, és nagyon így hunyorogva kellene néznünk az eseményeket, és a gépekre úgy kellene tekintenünk, hogy jó ez, persze, hogy jó ez, hogy mi beleéljük magunkat ilyen modokkal való játékba. Jó, hát játszottunk Farming Simulator 15-öt ilyen modokkal, meg ennél rosszabbakkal is, de ez egy más világ volt, meg egy más körülmény, más millió, azért ebben a játékban szerintem ezek nem illeszkednek bele. Ezek olyan, nem tudom, leesnek erről a játékról. Na, köszönöm szépen a figyelmet, írjátok le, mi a véleményetek. Hát én egy kicsit, nem kicsit, nagyon csalódott vagyok. Nem erre számítottam. Esetleg, hogyha gondoljátok, valamelyik módot én megtartom, meg igazából megtarthatjuk az összeset is. Csak annyi, hogy nem veszük meg őket, meg hozhatok még néhány módot, meg megnézem, hogy miért ilyen halkak ezek. Mert ezek mennek, csak rohadt halkan.
ez valószínűleg, hogy valamilyen beállítási dolog lesz. Ez a portkocsi viszont ez nagyon autentikus. Nagyon sajnálom, hogy nincsenek izék, nincsenek még több jármű, meg még jobban kivitelezettek. Nagyon sajnálom ezt az Etor például. Az is pedig tök kis autentikus jármű lenne, hogyha szépen kellene dolgozva, és nem úgy néznek ki, mint egy darab szar. Sajnálom, hogy ezt mondom, és nem a traktorra mondom. Egyébként ez ilyen kotlott. Bele se tudunk ülni. Ja. Hát, jó van gyerekek. Köszönöm szépen a figyelmet, bocs, hogy ilyen rövid lett ez a videó, de nem tudok hozzátenni mást. Írjatok véleményt, ezt kíváncsi vagyok, hogy ti is mit írtok. Na, sziasztok gyerekek, jók legyetek!